a kérdésedre próbáltam összefoglalni ezt a, és ez nekem is nagyon jó volt, ezt a 300, eltelt 365 napot. Annak minden hozadékával, sikerekkel, sikertelenségekkel, kudarcokkal, és hát itt nagyon jó, hogy eltölt ez a pohár, ugye a kudarcoknál ez színesebbé is teszi. Próbáltam számokban is összefoglalni azt, ami történt. Magam számára is meglepő volt az, hogy csak nem 250 személy meghallgatásra került sor ebben az időszakban. 82 tanácsi határozatnak voltam a kezdeményezője, társkezdeményezője. 69 felszólalásom volt a tanácsban. 17 alkalommal volt lakónegyedi, vettem részt és tartottam lakónegyedi fogadóórát. Ezek ugye, ami a számok, 49 magyar nyelvű esketést szerepeltem, és hát 14 szakbizottságnak, polgármester hivatali szakbizottságnak vagyok az elnöke. Ezeket ugye, ezeknek valamennyi ülésén nem csak, hogy részt kellett vennem, de hát a munkáját is nagy részben kellett kezdeményeznem és irányítanom. A számokon túlmenően azt gondolom, hogy nagyon fontos az eredeti célokra visszatérve és visszautalva, amelyen útnak indultunk. Nagyon fontos megvalósítás az, hogy a város kiemelt kulturális rendezvényei közé sikerült emelnünk a kolozsvári magyar napokat, kiemelt támogatott intézmények közé a kolozsvári magyar színházat, az Ecsedgyár művésztelepet, illetve hát egyenlő támogatásban részesítenünk a kolozsvári magyar, állami magyar színházat a román állami színházzal, a Szapiencia Egyetemet Kolozsváron működő valamennyi állami egyetemmel azonos támogatásban részesítenünk. 1 millió lejjel sikerült növelnünk az ifjúsági, szociális, kulturális szervezeteknek adott támogatás keretösszegét, és ezen belül 275%-kal növelnünk a tavalyi évhez képest a magyar civil szervezeteknek juttatott összegeket. Sikerült beindítanunk már tavaly ősszel először Kolozsváron a Monostor és Gyöngyfalvi negyedekben 2x20 helyes, tehát 2 olyan magyar bölcsődei csoportot, amely egyenként 20 gyereknek adhat helyet, és amelyet idén szeptembertől újabb 20 helyel, egy újabb magyar csoporttal sikerül ugyancsak a Gyöngyfalvi negyedben, a Méhes utcában, egy újonnan induló intézményen belül, bölcsődei intézményen belül bővítenünk. Sikerült megakadályoznunk tavaly év végén, idei év elején a beiskolázási számok elfogadásánál a magyar iskolák elméleti osztályi számának a drasztikus csökkentését, amelyet a főtanfelügyelő kezdeményezett. Ezzel együtt elindítanunk és elkezdenünk az előkészítését, és azt remélem, hogy jövő évben ebben a kérdésben már konkrétumokról is be tudunk számolni, tehát a magyar szakiskola beindítását, az önálló magyar szakiskola beindítását, ezt egy hangsúlyos problémának tartom, és ebben mindenképpen előbbre kell lépnünk. Az egyházaink műemléképületeinek a támogatását egyenként, idén először egyenként 70 000 lejes összeggel bővítettük a tavalyi juttatásokhoz, pénzügyi támogatásokhoz képest. És hát nem utolsó sorban egy olyan általános érvényű érdekű, nem kifejezetten a magyar közösséget, de azt is érintő kezdeményezéssel zárnám, amelyet a részleges pénzügyi amnesztiaként ismerhetnek talán, vagy hallhattak róla, amely ellensúlyozni kívánja a büntető kamatok elengedése révén a nehéz gazdasági helyzetben lévő, illetve ennek eredményeként
tartozásokat felhalmozó magánszemélyeket, jogi személyeket, civil szervezeteinket, egyházainkat, és nem utolsó sorban azokat a cégeket, amelyeknek ilyen tartozásai felhalmozódtak az elmúlt időszakban az önkormányzat felé, és amelyeket ebben a kedvezményben részesítünk, ha kifizetik a tartozásuk, alaptartozásuk összegét, elengedjük tehát a büntető és késedelmi kamatokat az elkövetkező időszakban. Én röviden ezekben foglalnám össze a konkrét megvalósításokat, illetve hát a jövőben, a jövőre vonatkozó terveimet, azokat a Szabadság honlapján egy hosszabb írás-cikk keretében, ugyancsak a Kisolivér jó voltából fogják taglalom, és válik majd láthatóvá az elkövetkező napokban. Lájtosabb kérdés is legyen, megvalósítás egyelőre a cigarettázással való felhagyás? Hát én azt gondolom és azt remélem, hogy jövő évben már a megvalósítások közé sorolhatom. Egy nagyon fontos személyes jellegű megvalósítás volna. Ebben a pillanatban még csak egy pozitív próbálkozásként élem meg, amely mögött viszont egy nagy lélegzetvételű elhatározás van.